Blum Amram 1883-tól haláláig irányította a berettyóújfalui zsidó közösséget, ahol főrabbiként a térség meghatározó vallási vezetője volt. A csodarabbi 1907. szeptemberében hunyt el, ebből az alkalomból jártak városunkban a debreceni zsidó hitközség képviselői, akik elsőként a Vágóhíd utcai zsidó temetőben Blum Amram és felesége sírjához látogattak el. Amram Blum rabbi, nagy rabbi, aki itt volt 25 év hosszú volt rabbi, és pont holnap este esik a jarcátja, az emléknapja, hogy 115 évvel ezelőtt pontosan volt a halálnapja. Úgy tudom, akkor Mádon is volt nagy rabbi, ott egy nagy jesiva volt, és ilyen híres rabbi, ilyen mondjuk csodarabbi, nagy rabbi, az útja tovább folytatjunk. Itt nem vagyunk messze, hanem Debrecenben vagyunk, és mi próbáljunk folytatni a Blum rabinak az útja, a zsidóság és a zsidóságnak az életje. Mi hangzott el pontosan a zsidó temetőben? Egy ilyen spirituális hangzat volt, és ez egy nagy dolog, hogy a Jarcájt napja, halálnapjakor ott voltunk, és pont tegnap volt a feleségének a Jarcájtja is, akkor ez egy, gondolom, egy nagy dolog, és ott olvastunk Zsoltár, és imádkoztunk, és nagyon jó volt. Blum Amram rabbi szolgálata alatt készült el a berettyóújfalui zsinagóga. A városunkba látogató vendégek a nemrégen teljesen felújított épületet és a benne helyet kapó kiállítást is megtekintették, ami mindenkinek elnyerte a tetszését.